12. osztály végzőstől tagzatos tanulóival fogjuk ezt a bemutató órát megkezdeni. A témakörünk az Magyarország története 1945-től 1989-ig. Az egyetemes történelemnek ezt a korszakát már, ugye, amit közkeletű néven, amit is hívhatunk, hidegháborús korszak, azt már vettük, tehát az egyetemes történelemből való háttérinformációk azok mindenkinek a rendelkezésére állnak. Az elmúlt órán már csináltunk egy rövid bevezetőt arról, hogy hogyan is alakul Magyarország történelme 1940 és 45 között. Ez az ország életében egy nagyon jelentős fordulatot fog jelenteni. Nagyon sok minden változás történik ebben az időszakban. Az első feladat az lenne, hogy egy kis ismétléssel kezdünk, és segítő címkéket tettem a diára, amelyek hívószavakként szolgálhatnak arra, hogy milyen fontos változásokat jelentett ez a korszak. Az lesz a feladatotok, jó, kettesével akár meg is beszélhetitek, hogy választ mindenki belőle legalább egyet, és összefoglaljuk, hogy milyen változást eredményezett ez a bizonyos időszak Magyarország életében. Jó? Lehet a füzetbe is jegyzetelni, jó? Kezdjük akkor, hogyha összeszedegettük a legfontosabb emlékeinket. Bence, melyiket választott? Hogyan tudnánk bemutatni akkor ennek az évnek a történéseit? Én a Májunk robotot választottam. Nagyon jó. Ugye ennek a, hát a magyar elnevezés a kicsi robot igazából, és az emberi erőforrások igénybevétele itt Magyarországon, illetve a Szovjetunióban is, és kb. 500 000 embert dolgoztattak így. Jó, hova kerülnek ők a Szovjetunióban, hogyha kiviszik az országból őket? Hát Szibériában. Igen, nevezzük meg azt a helyet, ahol dolgoztatják őket. Ez a? A Gulág. A Gulág, nagyon jó. A Melenki robottal kapcsolatosan lesz egy kis előadásunk, de előbb összeszedegetjük akkor a többit, és utána akkor jön a Kinga. Jó, következő, Bence. Mi a felszabadítást és a megszállást választottunk. Igen. Igazából itt arról van szó, hogy felszabadították az országot a náci elnyomás alól és a nyilas rémulalom alól. De ez egy időben egy megszállás is jelentett. Ugye itt a kommunista rendszer. Az majd a későbbi kiépítés az valóban megtörténik, de ki az, aki ezt a felszabadítást és megszállást egyszerre végzi, ezt a tevékenységet? Nevezzük meg. A vörös hadsereg, természetesen a vörös hadsereg, jó. Tehát ugye a felszabadításból így lesz pillanatok alatt megszállás. Mi lehet még, ami még a megszállásnak a negatívumait jelenti? Tudnánk-e még ehhez valamit, Marci? A
itt maradt ugye a szovjet hadsereg, és ezen kívül létrejött majd a szövetséges ellenőrzők. Jó, de még a megszállás volt, tehát milyen olyan problémákat jelentett még itt marad a vörös hadsereg valóban, az ország lakossága miben érezhette ezt Kata? Káplablások, akár erőszak, tulajdonoknak az elvétele. Jó, nézzük Marci, te melyiket választottad? Szövetséges rendőrség. Jó, mi ez? Hát ugye ez egy Szovjetunió utasításait közöttette így a magyar népre, és ellenőrizte azt, hogy minden Moszkva szerint történik. Jó, tehát az ő elképzelésük szerint ki volt ennek a szövetséges ellenőrző bizottságnak a vezetője? Ugye a megszállt területeken létrehozták mindenhol, a nyugati zónákban mit tanultunk, mit hoznak létre, ott nem Szebet, hanem emlékszik valaki rá? Szebet. Jó, tehát ott egy másik elnevezéssel illették. Ki lesz ennek a Szebetnek a vezetője? Ki lesz? A Borosilo. A Borosilo, bizony, Borosilo lesz a vezetője. Jó, mit választottál Fibra? Én az ideiglenes nemzetgyűlés. Igen, jó. Alapból ennek az elvei a magántulajdon védelme volt, és hát a demokratikus választások biztosítása, és fő cél volt még a jobb oldal felszámolása. Volt és jobb oldal valóban, egy nagyon sok elmondott kellett. És igazából nem csak az ideiglenes nemzetgyűlésről beszélsz, hanem most már miről? Hogyha ezeket az elveket megfogalmazod, akkor a magyar nemzeti függetlenségi frontról is, igaz? Kiket tömörített ez a magyar nemzeti függetlenségi front? Dani? Valahogy nevezzük meg őket, kik lesznek azok, akik ide tartoznak be. Független kis gazdapár. Aztán? Polgári demokrata párt, nagyon jó. Akár, igen, kommunista párt, igen, és a független mozgás. A nemzeti parasztpártot sem mondva, valóban szociáldemokratákat bizony. Tehát ideiglenes nemzetgyűlés magyar nemzeti függetlenségi front ilyen jelszavakkal ugye indul. Tudjuk-e, hogy ez az ideiglenes nemzetgyűlés ez hol fog megalakulni? Az ország melyik részén sikerül, hát idézőjelben választásokat tartani? Hol vagyunk? Melyik rész ez az ország? Az melyik rész? A csak keleti rész bizony. Hol van a helyszín? Debrecen bizony, Debrecen belül össze. Emlékszik-e valaki, hogy ki volt a vezetője ennek az ideiglenes nemzetgyűlésnek létrejött kormánynak? Jó, így kérdezem akkor. Dálóki Miklós Béla bizony, aki ugye függetlenként volt az élén. Egyetlen egy, bocsánat, kettő nem kelt még el. Melyiket választanák most? A képek alapján? Hát a képeket is lehet esetleg, illetve volt még egy kérdőjeles három betűnk ott. MKP. Jó, akkor válaszd azt, aki mondtad. A Magyar Kommunista Párt három fő tehát személyiség van. Mikiket lehet megnevezni valóban? A Rákosi Mátyás. Akár Rákosi Mátyás. Gerő Ernőt. És Rajk Lászlót. Rajk Lászlót valóban, ő az itteniek közül igen. Szerepel. És a még egy... Gerő Ernő és Rákosi azok ketten Nagy Imrével együtt muszkoviták voltak. Mit jelent ez a kifejezés? A Szovjetunióban voltak, tehát lényegében száműzve, de fölkészítették őket a muszkálásra. Jó, a... tehát hogyha amikor Magyarországra jönnek, akkor milyen feladatot ugye kell elvégezni ők valóban. És miért tettem egy kérdőjelet hozzá? Pártként funkcionálhat, Dani? Kata? Hát, hogy eddig be volt tiltva. Be volt tiltva? Jó, hogyan működött akkor eddig? Illegálisan. Bizony, illegalitásra működött, és ez fog most döntően ugye ezzel. Milyen miniszter? Felségi miniszter, nagyon jó. Milyen plakátok ezek? Egyértelműen propaganda plakátok. Földosztásról egyetlen mondattal emlékezzünk meg, Bence, hogyan valósult meg, mi volt a legfontosabb, az, ami elfkét a földosztási hogy szóba kerül. Hát azt, hogy nagy birtokokat szétosztották, és inkább a kis birtokkal. Kis birtokot próbálták valóban erősíteni, csak a nagy birtokot osztották fel? Nem. Egyházi földeket is bizony. Tehát nagy birtokok egyházi földek felosztására sor kerül. Milyen elvet követtek a földosztás létezitelében? Milyen lehetőségek merülhettek fel? Kata? Az, hogy vagy többen kapnak, vagy kevesebben.
Jó, tehát hogy minden igényről között osztunk-e földet, vagy pedig ugye milyen birtokokat kéne létrehozni, ami igazán a gazdaság motorja lehetne? Életképes bizony. Tehát gyakorlatilag ugye ez a két gondolat messze menve szembe ment egymással. A kommunisták nagyon fontos tárcaként ezt magukhoz ragadták. Mi gondolom, miért? Mi volt ennek az oka? Marci? Hát ugye ezzel is így szoktak kicsit a népet a kommunizmusnak a... Hát, hogy megmutassuk, hogy... Milyenek legyenek velük szemben, hogyha ők viszik véghez a földosztást? Pozitívan. Pozitívan nyilvánuljanak, valóban elfogadóak legyenek. Jó. Na nézzük akkor a Kingának a kis előadását. Jó, nagyon jól összeszedtétek, ügyesek voltatok. Jó. Tehát akkor gyorsan itt teszem, és akkor... És Sami, ne? Na, hát én igazából a Szolyga városára hoztam egy kis előadást. Elvehetted akkor a maszkot, hogyha beszélsz, mondjuk. Jó, ez így is. Szóval, hogy Szolyga városára hoztam egy kis előadást, ami ugye Kárpátalján található Ukrajna területén. És ugye a Malmeki robottal kapcsolatban kerül szóba most ez a város. Jó, tehát akkor Szolygáról lesz néhány gondolatunk szó. Annyit személyes élményként, hogy jártam ott és láttam ezt a bizonyos emlékhelyet. Tehát a Kingának akkor a Malmeki robottal kapcsolatban ezt a kis kiegészítését hallgassuk meg, jó? Hogy ugye Szolygán volt egy gyűjtőtábor, amit a Szovjetunió hozott létre itt Magyarországon. Elméletileg magyar és német férfiakat hurcoltak ide, de gyakorlatilag civilek és kisgyerekek is voltak az ide hurcoltak között. Ugye a másik világháború végén hozták létre ezt a tábort. Ugye hát, mint említettem, nagyon sok civil áldozat is volt. Az a történet igazából annyit szeretnék elmondani, hogy amikor a Vörös Hadsereg elfoglalta Kárpátalját, akkor az ukrán front katonai tanácsa határozta, hogy a katonaköteles férfiakat kurcolják ebbe a táborba, és hát említettem, hogy ez igazából nem pontosan így valósult meg, mert rengeteg civil is bekerült a táborokba. Ugye a Malenki robot, ami egy kis munkát jelent, és ugye a Szovjetunióban hurcolták ezekből a gyűjtőtáborokból az embereket az úgynevezett gulágokba. Jó, ez a Malenki robot, ez mit jelentetett, ha csak kicsi robotnak hívják? Hát igazából... Akár jelentetett... Tehát nem volt egy pontos megnevezés, ez bármennyi időt jelentetett. Bizony, tehát a kicsi robot lehetett akár három nap, akár három év is, jó? Tehát a helyi utaknak a rendbetételétől elkezdve tényleg a gulágig vezethetett azt útjuk. Az, hogy katonaköteles, az mit jelentene? Mondtad, hogy civil áldozatok is voltak, akkor igen. Hát akkor biztos, hogy nem csak életkorilag ennek megfelelőek, hanem esetleg jóval fiatalabbak is bizonyán. Jó, tehát itt nem volt teljesen egyértelmű ugye a meghatározott életkora. És ugye ennek az áldozatoknak az emlékére hát építették ezt a szolgai emlékparkot, ahol ugye az áldozatok neveit láthatjuk ki, és ez egy úgynevezett siratóval igazából. Mutatja is ugye, hogy kialakították ezt az emlékhelyet. Azon az emléktáblákon én olvastam, itt nem lehet messziről annyit látni, a családok neveit gyűjtötték össze, akiket azonosítani tudtak, hogy ebbe a táborba ugye ott voltak. Tehát nagyon sokszor egy-egy emléktábla ezt településenként próbálták összeszedegetni. Ott van, hogy egy-egy családból szinte az összes tagot, férfit vagy fiatalkorút is akár elvitték. Mit lehet még róla tudni, vagy mi az, ami miatt fontos még? Hát a novemberi emléknapja, ugye? Tehát még azt lehet a végére tenni. Köszönöm a figyelmet. Jó, tehát ez lesz az elbúcsoltatnak az emlék. Jó, majd én visszateszem. Ki tudhatott ezekről az elbuccolásokról? Ki volt az, akinek a tudtával ez végbe mehetett? Mit gondoltok? Ki
ki lehetett, aki ezt nyilván inspirálta és támogatta és elvárta, hogy a magyar erőben rendelkezzen emberi erőforrással. Ez kinek a tudtával történt? Ja, a szovjet, ez a Sztálin, tehát ez nyolva Sztálinnak és Beriának a parancsára ment végbe. Jó, 1946 után ezt írjuk még fel, tehát elvitték őket valóban, a Kinga mondta, a gulágra, és a helyzet elég katasztrofális volt, 46 folyamán tudtak csak hazatérni, akik még éltek belőlük. Jó, a következő feladatunk az lesz, hogy megnézzük, hogy 1945 után, miután az ország teljes egészen felszabadult, mikor van ez a felszabadulás, mikor ünnepeljük, illetve mikor ment végbe teljes mértékben? Április 4-én ünnepeljük, de valóságban? 13. Bizony, tehát egy picikét ugye elhúzottak még a harcok. Azután fogják megtartani az első hivatalos nemzetgyűlési választásokat. Tehát az első választásunk akkor legyen az 1945-ös választások. Az a kérdés, hogy ezek a választások ugyan menjenek végbe, alkalmazkodva már ahhoz, hogy az ország legnagyobb területe, vagy az ország egész területe felszabadul. A szovjet vezetés már látta az eddigi sikereket, tehát ugye az ideiglenes választásokon, ezért ugye itt is támogatta, sőt ugye a szovjet övezetben először Magyarországon tartanak ilyen választásokat. Milyen lehet az az új választójogi törvény, amelyet már elfogadva ezek alapján fogják tartani a választásokat? Egy pár kérdést oda tettem, milyen kritériumai lehettek, kiket zárhatta ki a jelen helyzetbe a választásra jogosultak köréből, esetleg hogyan történhetett a szavazás, jó? Itt egy kis kiegészítést is tettem, hogy esetleg emlékezzetek rá, személy vagy párt, jó? Hozzá lehet még a tankönyvben 43-as oldalnak a második forrását nézni. No, milyen lehet ez a választó? Kata? Hát egy 20 évvel kizárták a háború hűnösöket. Jó, tehát van egy életkor, férfi-nő mindenki szavazhat, valóban a kizárásra csak ez a háborús bűnösöket mondhatjuk. Jó, kik lehetnek még, akik szintén nem jogosultak a választásra az új törvény szerint? Kiket zárhatnak még ki, akiket úgy ítélnek meg, hogy kompromittálódtak valamilyen módon az elmúlt időszakban? Inga, kik lehetnek? Akár a szélső jobb oldalak a tagjai, kik lehetnek még ezek? Általánosságban Magyarországon élő németek. Azok is. Minek az elve alapján egyébként? Nagyon jó, a kollektív bűnösség elve alapján a Magyarországon élő németek, Volksmundtagok, tehát gyakorlatilag ugye ezzel szűkíti idézőjelbe, bár ugye azzal, hogy 20 év feletti és a nők férfiak beletartoznak, bővül is ez a bizonyos választójog. Kire vagy mire lehet szavazni? Itt mit, mire gondolhattam? Ákos, mire? Szerintem előre határozott pártok, és nekik a jelölték. Nézzük meg ezeket a pártokat, azt hiszem, hogy ismerősek a 43-as oldal alján. Ott van az összes párt és lehetőség. Igazából milyen ez a választás, hogyha itt pártokra kell X-en? Ugye látjuk azt a felső négyzeteket, ahol az X-eket el kell helyezni. Milyen választások mondhatjuk ezt? Hiszen ugye alatta van a névsor, azok az is emberek, akiket már ismerünk a korábbiakból. Közvetlen. Jó, közvetlen, mert hogy ez nyilván a pártra történő közvetlen szavazás, akkor az milyen szavazás lehetne? Tehát nem személyre fogunk szavazni, hanem csak pártot választunk. Általános szavazás. Jó, általános, még egy picit. Listás ez bizony, tehát általános csak egyetlen szavazatot lehet leadni, és azt csak listára lehet leadni. És azzal együtt az összes személyt kapjuk, tehát hogyha én rászavazok a kommunista pártra, vagy a kisgazdapártra, akkor az egész listáját gyakorlatilag ugye megszavazom. Ma milyen a szavazás Magyarországon, hogyha szavaztatok már? Még nem, de majd fogtok. Akkor ma Magyarországon milyen szavazás van, Dani? Képviselőjelöltekre. Nagyon jó, képviselőkre, akkor az milyen szavazásnak minősül? Milyen jelölt az? Egyéni, nagyon jó, egyéni jelöltre, és mire lehet még szavazni? Pártlistára viszont. Tehát gyakorlatilag ugye itt csak az egyik érvényesül. Nézzük az eredményeket.
eseményeket, jó? Tehát meghalt a választások 45-ben, és ez a több párti választásnak az eredményeképpen bíztak ugye a szovjetek a kommunisták sikerébe, főleg, hogy Budapesten előtte volt egy önkormányzati választás, és ott már elég szépen szerepeltek, de ennek ellenére meglepő eredmények is mondhatnám, amit itt látunk. Lehet hozzá nézni a 43-as oldalnak az első pontját, ahol ugye a kördiagramot mutatja a tankönyvünk, illetve az ebből kialakuló parlamenti patkot. Próbáljuk meg ezek alapján elemezni vagy értelmezni ezeket a választási eredményeket, jó? Az új választói törvény alapján ugye mondtuk, hogy kizárták a háborús bűnösöket, nyilasokat és ugye itt a korábbi Volksbund-tagokat. A formája egyéni és listás volt, és az lenne a kérdés, hogy az eredményéből mire tudunk következtetni a kormány alakítással kapcsolatosan. Jó, egy picit hagyom, hogy tanulmányozzátok. Jó, itt az utolsóra felhívám a figyelmet, ez az ING 100-as indexálás. Mit jelentene ez? Mit jelent el az oszlop? Ugye ez egyértelmű, hogy ugye ideiglenes nemzetgyűlésben még a korábbi mandátumok, itt vannak hozzá aztán ugye a mostani mandátumok. Jó? Tehát itt lehet látni a számuk, illetve az arányoknak a változását. Jó? És akkor annak az összefoglalása gyakorlatilag az utolsó oszlop. Jó, kipróbálja meg. Kezdjük el az elején, és akkor majd meglátjuk, hogy ugye, hogy fogunk a sorba menni. Marci, megpróbálom? Nyilván. Rendő politológuson, igen. Akár, vagy nem is. Hát ugye látszik, hogy a független is gazdapárt kapta legtöbb. De! Jól mondtad, tehát az arányokat is mondod, akár vagy a képviselői mandátumok számát. Egy picit itt igazítok rajta, mert az utolsó sor ez nem is látszik. Most már lehet jobban látni talán. Jó? No. Elemezzük, mik az legfontosabbak, amiket a táblázatból kiolvashatunk. Az egyik... 57% orvos arányban kapták a szavazatokat a lehetőségben az 45-ben. Jó, ami... Ami milyen többség akkor? Nagy többség, jó, oké. Abszolút többség, igen, ügyes. Akkor többit nézzük. A korábbihoz képest egyébként a kis gazdapárt, ha már belekezdtél. A korábbihoz képest a szavazatai mit csinál szinte? Mondjam, hogy megduplázta, jó? Most már kérdezem is, vagy gondolkodjunk közben a kérdésen, hogy kik lehetnek azok, akik ide szavaztak most pár hónappal, idézőjelben a korábbi választások után. Aztán? A mandátumaik a nemzetgyűlésben azok a sikerségi. Vagyis mi lehetne ezek alapján? Konklúzió? Kormánypárt. Ő lehetne a kormányzó párt. Ott is a kérdés, ki alakíthat kormányt? Alakíthat egyedül a kisgazdapárt? Ezek alapján alakíthatna, jó? Maradjunk még ennél, és akkor majd utána, ha megnézzük a többi eredményt, akkor válaszolunk erre a kérdésre is. Következő, Kinga. Hát mondjuk nézzük akkor a kommunista pártot. Uh-huh. Hát mehetünk, persze, kommunista pártnak a mandátumai. Hiszen ugye tudjuk, igen, hogy eddig hol álltak. Ezek alapján, a korábbi választások alapján ők voltak eddig a szavazat többségben. Na most? Hát most viszont már nem. Szavazat. Mit csinált körülbelül itt is? Ott kétszereződött, itt pedig? Felére csökkent. Jó. Pártok közül még aki szerepelt? Hogy szerepelnek? Hát az összes közül igazából csökkent. Csökkent, tehát gyakorlatilag ugye azt látjuk, hogy döntően a kis gazdapárt növekedett. Na, akkor kérdés az, hogy kik ezek? Miért szavaznak át pár hónap alatt ennyi ember? Miért szavaznak át a kis gazdapárt? Kik ezek az emberek? Meg tudjuk-e őket mondjuk nevezni, fogni, akár társadalmi réteg szintjén? Hm? Jó, nagyon jó, elképzelhető. Aztán? Mi lehet még? Nézzek a szavazók. Magyarban
a rendszer, bocsánat? Hát, hogy a kommunista rendszer ellen voltak, akik a kis gazdapárhoz szólasztak. Valóban, akik esetleg elégedettlenek lehettek. Igazából a kommunistáknak a távlati célja a földosztással mi lehetett? Ugye beszéltünk arra, hogy hirtelen propagandaként támogatókat szerezni, no, de végső célként? Hát a végső célként kollektivizálásnál bizony. Mi lehet még? Kik lehetnek még, akik itt látják a mostani helyzetet és átszavaznak? Hát, hogy ugye a szovjet hadsereg is negatív képet fest. Jó, tehát akkor gyakorlatilag az itt jövő ténykedés, ami befolyásolja. Ki az, aki ráébred arra, hogy itt egy nagyon rossz irány indul el Magyarországon, hogyha az ő pozíciójuk végletesen megerősödnek? Ki lehet az, aki erre szintén? A szovjet. Értelmiség. Aha. A szovjet ellenesek valóban kommunista ellenesek, és nagyon jó ott az értelmiség is akár jó. Tehát a polgárság egy része középosztály igenis ide fog inkább a kis gazdapártra szavazni, bár hagyományosan nem adja a szavazó bázisát. Akkor kialakíthat kormányt? Térjünk vissza az eredeti kérdésre. Kialakíthat kormányt? Bence, ezek alapján kialakíthatna? Hát a kis gazdapártra, de mégsem jól teszik. Miért? Hát egyszerűen akkora a többségben voltak a kommunisták, meg annyira azt akarták, hogy nem lehetett. Jó, mi az, ami még ezt segíti, hogy valóban egy más kormány alakuljon, ne tisztán kis gazda? A Szovjetunió körül fogja bírálni, hogy kikerülhet hatalomra. Valóban, és mitől Magyarországnak, miről beszéltünk az elmúlt alkalom, milyen a szuverenitásában a helyzet? Mit mondtunk, milyen a szuverenitása? Ha még korlátozott. Korlátozott, mit értünk ez alatt? Hát, hogy önmagában az ország nem dönthet mindenről, hanem vannak olyan bizonyos... Igen, jól mutatott, felsőbb szervek, jó? Felsőbb szervek, okay. Szovjet döntések alapján. Valóban, és még mi az, ami elősegíti, hogy itt úgy történjen minden, hogy az ő akaratoknak megfelelő, nem csak a SZEB-nek az itt jelenléte, hanem itt van a hadsereg, bizony Vörös hadsereg is. Jó, akkor kialakíthat kormányt. Milyen kormány lesz akkor? Koalíciós. Jó, akkor én. Gyorsan, tehát akkor ezek alapján, hogyha alakíthatna az eredmények alapján, de nem fog alakítani, tehát koalíciós kormányzat fog alakulni. És akkor itt is van mindjárt a legfontosabb jellemzője ennek az új kormánynak. Tehát a koalíciós kormány a 43-as oldalon most már lehet nézni akkor a kormánynak az elhelyezkedését, illetve a parlamenti patkónak az alakulását. Itt pedig a kormánynak a legfontosabb tagjai. Tildi Zoltán lesz a vezetője. Értem, hogy megnyerte a kisgazdapárt a választásokat, akkor az ő vezetője lesz a miniszterelnök. Nem sokáig tudja valaki, hogy milyen változás fog bekövetkezni nagyon rövid időn belül. Ez összefügg az új közjogi berendezkedésünkkel is. Mi lesz Tildi Zoltánból? Nagyon-nagyon rövid időn belül. Egy év múlva már, 46-ban. Mi lesz az a bizonyos közjogi berendezkedés változása? Eddig milyen államformája volt Magyarországnak? Vagy mi most ebben pillanatban még az államformája, aztán 46-ban ez fog változni. Mi az államformája? Most még mi az államformája? Királyság. Bizony, méghozzá milyen királyság? Ugye? Alkotmányos monarchia, állapotilag, jó? És akkor a változás valóban az lesz, amit mondtál, hogy köztársaság, akkor mi az, ami Tildi helyzetében bekövetkezhet változás? Hát köztársasági elnök lesz bizony. Tehát Tildi Zoltán 46-tól, tehát akkor ezt a változást már most írhatjuk is, tehát Tildi Zoltán ebben a pillanatban a miniszterelnök, a 45-ös választások után, utána pedig, amikor megváltozik, és az új közjogi berendezkedés révén köztársaságot fognak alakítani, ennek a nyomán ő lesz a köztársasági elnök. Nagy Ferenc pedig a miniszterelnök, jó, de ő majd később fog előkerülni. Nézzük a következő kérdést még hozzá. A kommunisták, akik bekerültek, ugye, ki is vannak emelve a diák, milyen tárcákat, kik ők, nem tudom, felismerjük-e, hogyha letakarom itt ezt a bizonyos sort, felismerjük-e őket képről, érdemes, mert néhányan nagyon sokszor fognak majd a következő időszakban szerepelni. Mondjuk ott azt a szélső úriembert. Lázár.
Rákosi. Rákosi, bizony, tehát elég emblematikus figura. Illetve ugye ott a második a sorba jobbról, ő pedig Nagy Imre. No, a három pozíciót és a három embert ezt mindenképpen jegyezzük meg, tehát kik lesznek a kommunista miniszterek, akik azáltal, hogy a Szovjetunió akarata is érvényesül a kormány átalakításba, fontos tárcákat fognak kapni. Tehát akkor próbáljuk meg a legfontosabb tárcákat hozzájuk illeszteni. Jó, mit gondolunk, melyik lehet az, amelyiket stratégiailag ebben a helyzetben, 45 után fontosnak ítélünk meg. Ugye korábban már ugye beszéltünk fontos tárca, mint a földművelésügyi tárca, ugye emlékszünk el, akár a belügy. Most mi lehet az, milyen tárcákat kaphatnak ők? Közbiztonság. Jó, közbiztonság. Hova tartozik a közbiztonság, rendőrség? Hát a belügyhöz, bizony, itt már kicsit az előbb suktam, a belügyhöz, jó? Egy valaki belügy, majd mindjárt elosztjuk a tárcánkat, még mondjuk meg, hogy melyik fontos szerintetek. Most van 45, véget ért a háború, biztos, hogy óriási problémák vannak, minek a terjedik. Pénzügy, gazdaság, nagyon jó. Ez lesz a népjóléti miniszter, jó, tehát ez a következő tárca, tehát lesz egy belügyünk, lesz egy népjóléti miniszterünk, és miután az ország romokba és szétesett a közlekedési hálózat, ezért nem állunk el nagy titkot, ugye, közlekedési miniszter. Na, osszuk el a tárcákat, jó? Rákosi, népünk jótevője, később is ez a népjóléti miniszter. Nagy Imrének tulajdonítsunk egy tárcát. Már rutinos miniszter, jól ismeri az ország ügyeit. Belügy, nagyon jó. És hát nem az ismeretlenség homályából, de előbukkan Gerő Erdő, akihez egy kis szlogát szoktak társítani, és mindjárt fogjuk biztosan tudni, hogy melyik miniszter ő, Gerő a hitverő. Egyetemben a közlekedési. Oké. Mi ennek az üzenete, hogyha ezeket a tárcákat ők kapják? A hatalom meglevelése. Pontosan, tehát elindul egy olyan fontos további erősödése a kommunistáknak, az ország újjáépítésében vállalt szerepük gyakorlatilag innentől kezdve ezért is megkérdőjelezhetetlen lesz. Ja, menjünk tovább. Nézzük akkor a gazdaságot, jó? Közben mutatnám, hogy ezt a könyvet, amit már múltkor is behoztam, ha valaki majd szeretné kölcsön kérni, most már az ilyen nem is akkor a jövő évben, az összes többi példányát. Nagyon-nagyon sok fontos kép és információ van, ami ugye ezt a korszakot fogja számunkra megjeleníteni. Most pedig nézzük a gazdaságot. Jó, ez legyen a következő vázlatpont. Hogyan történt 45 után a gazdaságnak a helyreállítása, újjáépítése? A tankönyv 44-es oldal 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es képét lehet hozzá megnézni, és akkor két a tankönyvünk is, az egyik szén csataként, a másik hídő csataként. Valóságos csaták ezek? Igazából csak az újjáépítés. Mit fognak igénybe venni, maximális és messze menően? Mit fognak igénybe venni ezek a csaták? Az emberi erőforrásokat bizony. Tehát erején felül teljesít az ország ebben a helyzetben, jó? Egyrésztről újjáépíti a hidakat, itt akkor ezt a bizonyos Manci nevű ponton hidat kellene megjegyezni, illetve ugye az előbb említett Kossuth hidat, ami már biztosítja az országba, ugye Budapesten az átkelést és az összeköttetést. Nézzük meg, hogy milyen terhek rólják a gazdaságot a közlekedés újjáépítésén túl. Milyen terhek rólják? Egyrészt a jóvátétel, nagyon jó. Mit tudunk, miben teljesíthetjük a jóvátételt, miben kérje a Szovjetunió? Élelmiszer, nagyon jó. Egy jó részét élelmiszerbe, aztán? Nagyon jó.
és emberek utolják. Akár abban is, gyakorlatilag vasúti kocsiktól elkezdve gyári berendezéseket, minden ennek a jóvátételnek a számlájára, és ez mondhatni, hogy még a német tulajdonú javakkal is ki fog egészülni. A problémákat is ezzel kapcsolatosan nézzük akkor, hogy milyen megoldásai lehetnek a magyar gazdaságnak arra, hogy ezt a katasztrofális helyzetet orvosolja. A tankönyvben nézzük akkor ezt a bizonyos 45. oldalt, és a képeket, a 10-es, 12-es kép lenne az, ami egy kicsit iránymutató számunkra, illetve a kiszolgáltatott országnak a helyzetét, és ugye ezt a bizonyos súlyos ellátási problémát, jóvátétel szállításokat, a 10-es pontot a 45-ös oldal tetején olvassuk át, az a kérdés, hogy ez egy megjelenő kis recept volt, mint egy kuriózum a kis újságból. Miért fordulhattak ez az alapanyag felé a korszakba? Jó, főleg a lányoktól kérdez, akik gyakorlott szakácsnők már. Igen. Jó. Mindössze három lányunk. Ki vállalja a egyenes feladatot, értelmezni ezt a forrást? Inga? Hát szerintem arra akarok állni, hogy ugye önrendszerből hiány volt, és hogy hát ilyen kis praktikákat kellett folyamodni. Jó, milyen élelmiszerre gondolunk itt egészen konkrétan? Az milyen élelmiszer? Nagyon jól lehet ugye családközeléket gyártani minélkül. Minden nélkül. Igaz? Zsír nélkül legekkel. Milyen? Minek számítan ez? Mi a miből van hiány? Akár abból is, akár mindenből. Mindenből, de próbáljuk meg ebből a legfontosabbakat kérdeni. Hús egyértelműen, aztán liszt és írja is, hogy nem kell ebbe rántás, semminek kell, akkor minek kell még bele? Mi az, ami még fontos élelmiszer? Mondhatni, alapvető élelmiszer. Zsír, nagyon jó. Tehát gyakorlatilag az alapvető élelmiszereknek a hiányára utal, borzasztó, nem tudom, valaki kóstolt rá már ilyen formában, mert ha ez nehézik az ajánlásnak, tényleg rettenetes. Jó, no, ezzel kapcsolatosan két feladatot hoztam. Mindegyik ugye a gazdaság helyzetét le fog reflektálni és rákérdezni. A feladat az lesz, hogy kettessével megbeszélhetitek, jó, hogy Dani és Marci forduljatok ott össze, mármint hogy így a kutatója füzeteddel, és akkor a feladat a következő lesz. A borért élelmét butot cserélünk, tehát itt egy ilyen kis hirdetéseket válogattam össze, amelyek ebben a korszakban születtek. A kis kép az a tankönyvetekben is benne van, lehet nagyobbba is látni, illetve még egy másik kép is ott van mellette. A kérdések pedig ott vannak alatta, próbáljuk meg akkor válaszolni ezekre a kérdésekre. Jó, tanulmányozunk egy kicsit, egymással is konzultálhatunk. Miről van szó akkor? Mi ez, amit lezajlik a szemben? Cserekereskedelem bizony.
mire akar ez utalni? És a következő kérdések is ugye ezzel vonalban összefüggésben lenni, hogyha cserekereskedelem van, tehát áruért termék, illetve de majd egy kicsit ezt pontosítjuk. Hát a WC papírnál lehet, hogy még annyi se, ki tudja, igaz? Tehát valóban a pénznek az értéke, az óriási mértékben ugye ezzel összefüggésben van, hogy lecsökken. Kata? Hát csak azt szoktam mondani, hogy infláció. Jó, a szakszavát már is használhatjuk, hogy infláció, rendben. Mit jelentene, és akkor a kép egy picit inspiráló ehhez, mit jelent ez a batyúzás kifejezés, mit gondoltok? Tehát az, hogy vidékre mentek cserélni a, hát a tucéket ételre. Csak vidékre mentek, vagy a... Akár városon belül is. Aha, városon belül is, valóban, illetve a vidékiek is jöttek a városokba. Akkor minek az ellátása óriási nagy probléma, mit gondolunk ezek alapján? Hogyha itt vidékről is jöttek. Nem, a vidéken lehet, hogy volt. Az alapvető irány, hogy a városokban, nagyvárosokban keletkezett rengeteg mindenből. Jó, mi volt még a közlekedési viszonyal, amit tudunk mondani? Rosszak volt. Jó. Hát ezt kicsit pontosítjuk, hogy mi volt az, hogy nem volt jó. Gyakorlatilag sem voltak használhatóak. Vasút is elég. Vasút is nagyon nehezen működött. Nagyon jó. Ugye a szétbombázás miatt most ezt nem menjünk bele. Feketézés. Mit jelentene a feketézés? Jó, illegális kereskedelem. A szakszava ugye a feketézők, ugye, akik ezt végzik. Nyilván ugye a magas infláció miatt inkább akkor a csere, az miben nyilvánult? Mert nem csak az árucsere volt egyébként jellemző, hanem mi az, ami még gazdát cserél, milyen értékek lehetnek? Ékszerek. Bizony, nagyon sok esetben például ékszerek vagy aranyok. Jó. Nézzük még az utolsót, és akkor ez lesz a befejezés, jó, és akkor ennek az összefoglalása már majd otthonra marad, ellenben a feladata a következő. Van két forrásunk, egy bankjegyekkel kapcsolatos, és egy kis Ludas Matyi idézet, jó? Próbáljuk meg a kérdéseket ezek alapján megválaszolni. A válaszunk. Nagyon-nagyon gyorsan romlik a pénz értéke. Igazából... Mind a két forrás azt mutatja? Igen. Igen. Miért van az, hogy ugye, míg leírja az egyik sort, befejezi a mondatot, már... Igen. Tehát ugye, ezért is ugye a Ludas Matyiből választottam ezt a kis részletet. Akkor milyen jelenség ez? Hiperinfláció. Ez az hiperinfláció. Tehát már nem csak az infláció látszik ebből, hanem a hiperinfláció. Tudjuk, hogy ebből Magyarország produkálta a történelembe a legnagyobb mértéket, illetve most már második lett. Igen. Ki az első? Zimbabwe. Zimbabwe. Kérem szépen. Jó, nézzük a másodikat. Milyen eltérő eszközökkel mutatja be a két forrás ugyanazt a jelenséget? Hát az egyiken itt látunk, a táblázat az mire mutatja be? Tények, a számolatok. Magukért beszélnek, a második pedig mivel? Poén, nagyon ügyes, hogy humor eszközével. Oké. Utolsó előtti kérdés. Hogyan sikerül megoldani ezt a helyzetet? Most nem került már sor a bemutatására, de ez még majd akkor, ha online oktatásban leszünk, akkor a kamera bekapcs, és akkor te az otthoni saját muníciódat is mutattál, akkor mivel kerül akkor a megoldás sor? Viszont tehát az új fizetőeszköz bevezetésével, a forintnak. No, milyen szerepet játszik ebben az USA? Dani, tudod? Hát nyilván valamilyen szinten engedélyezték feletét. Mi az, ami kell ahhoz, hogy egy stabil, értékálló pénzt kibocsásson egy ország? Aha, arányfedezet. Nem kellett felvenni hozzá, hogy... Nem kellett, mert hogy megvolt ez. Mi történt vele ezzel az elrabolt nemzeti vagyonokkal? Az USA fogja vissza a szolgáltatni bizonyát. Tehát visszakerül Magyarországra, és ezáltal lesz fedezetten a bankjegy kibocsátásnak. Jó? És utolsó kérdés, kis ismétlés, milyen pénznemet használnak? Jó?
milyen pénznem az, ami 1900-t, két évszámot választottam, 22-32, ki az, aki meg tudja mondani? 22-ben én szerintem korona. Jó, korona, nagyon jó, és 32-ben pedig Dani, egyértelműen a pengő. Jó, akkor házi feladat jó, idáig, ahogy eljutottuk, és akkor a következő olvasnál is a pénzt.